Isten nagy szeretetével köszöntelek titeket. Jó az Urat dicsérni, és jó úgy jönni az Isten házába, hogy azt mondjuk, hogy vágyunk, Uram, a Te jelenlétedben megállni az év utolsó napján is, és meg tudjuk szólítani a mi Istenünket. Annyira csodálatos az Istennek az igéje, hogy emlékezhetünk, visszatekinthetünk, és lehetne sorolni azokat a szavakat, lezárhatunk egy új évet, egy régi évet, és kezdődik egy új, ami életünkben, de arról bizonyságot tettéve, hogy velünk van az Isten, mint hatalmas hős. Ez a hős akarja a te életedet és a Lénádorozi gyülekezetnek az életét megépíteni, támaszpontként nyújtani az ő segítségét, és adni akarja az ő drága áldását. Álljunk fel, imádkozzunk. Egy imádsággal kezdjük meg a mi összejövetelünket. Édesatyám, hála van a mi szívünkben, mert itt vagy köztünk, Uram. Arról teszünk bizonyságot, hogy Te vagy az az élő Isten, akihez jöhet a Te néped. Akit, Uram, meg akarod értetni mi velünk, Uram, hogy Te velünk akarsz maradni, és útba akarsz bennünket igazítani. Sőt, Uram, adni akarod a Te ígédet a mi szívünkbe. A szívünknek hústáblája rá akarod, be akarod vésni, Uram, hogy naponta, napról napra megújuljon a Te kegyelmed, a Te szereteted, a Te hosszú tűrésed, Uram, a mi életünkben. Köszönjük, Uram, ezt az évet, és hálásak vagyunk, Uram, mindenért, az elmúlt napokért, hónapokért, áldásokért, Uram, amivel megajándékoztad a mi életünket. Uram, add, hogy méltóképpen leroljuk a mi tiszteletünket is, méltón és hithűn tudjunk emlékezni, visszatekinteni. Te segíts, Uram, a elkövetkezendő jövő évben, és újra Te legyél, újra és újra Te legyél, és maradjál a mi élő, megtartó Istenünk. Amen. Foglalja helyet a gyülekezet, a 196-os számú éneket énekeljük kezdő énekként. 196-os számú ének a zöld énekes könyvben, jöjj megváltódhoz, ó, jöjj siess. 196-os számú ének. Thank you.
Istennek igéjét a 105. Zsoltárból fogom olvasni. 105. Zsoltár első versétől az 5. verséig fennállva hallgassa meg a gyülekezet. 105. Zsoltár első versétől az 5. verséig így szól Isten igéje. Magasztaljátok az Urat, hívjátok őt segítségül, az ő nevét. Hirdessétek a népek között az ő cselekedeteit. Énekeljetek neki, és zengedezzetek néki. Beszéljétek el minden ő csodatételét. Dicsekedjetek az ő szent nevével. Örvendezzen azoknak szívük, akik keresik az Urat. Kívánjátok az Urat és az ő erejét, keressétek az ő orcáját szüntelen. Emlékezzetek meg az ő csodájáról, amelyeket cselekedett, jeleiről és az ő szolgájának tetteiről. Eddig az ige. Imádkozzunk. Édesatyám, hála van a mi szívünkben a te igédért, azért, mert olvashatjuk, kezünkbe vehetjük, Uram, az életadó szent beszédedet. Köszönjük, Uram, hogy ez az ige fel van kenve a te drága erre, te erőd által. És köszönjük, Uram, hogy te ennek az igé kapcsán, Uram, megépíted, betöltöd a mi szükségleteinket, szól hozzánk, szólsz hozzánk, kútba igazítasz, Uram, és adod számunkra, Uram, az erőt arra való tekintetben, hogy minden nap feltekintsünk te rád a hitnek szerzőire és bevégzőire. Segíts, Atyám, hogy méltóképpen emlékezzünk az elmúlt napokról, hónapokról, és add a mi életünkben, ebben az emlékezésben a te áldásodnak nagy tetteire való odafigyelést a mi mindennapi életünkben. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet, és a dicsőítő csapatnak a szolgálatát kérjük. Thank you.
Valóban jó az Urat áldani, és az énekíró is, ahogy megfogalmazza, hogy minden reggel délben áldjod az Urat, és mikor visszatekintünk, és lezárunk egy évet, és jövünk az Isten házába méltón megemlékezni, hálát adunk az Úrnak, hogy megsegített ebben az évben is, és nem hiába mondja a 105. Zsoltárt, hogy adjatok hálát az Úrnak, hívjátok segítségül az ő nevét, hirdessétek tetteit a népek közt. Mennyire fontos ezt megélni, ezt a zsoltáros íróval is elmondani az Úrnak, hogy mennyire jó, hogy nekünk, neked, a gyülekezetnek, a Lénádalóci gyülekezetnek van egy élő Isten, akiben bízhat. Akihez oda lehet mennünk, és el lehet mondani a mi gyengeségeinket, mindennapi küzdelmeinket, akiben meg tudunk bízni, akiben örök bizodalomnak a forrása kell, hogy legyen az embernek az életében, és jó így megtapasztalni, és jó így emlékezni, hogy mondjam így, csodákra emlékezni. A 105. Zsoltár a csodákról beszél, és az Izrael fiainak is emlékezteti az ő életükben, és hogyha visszatekintenek, akkor emlékezzenek meg Istennek nagy jeleiről, tetteiről, csodáiról az ő életükben. De ezekben az emlékezésben kell legyen az ember szívében, a te szívedben, az én szívemben, hogy élő hit és élő reménység uralkodjon. Legyen bizodalmad az Úrban. A év vége az mindig visszatekintést jelent az ember számára, és lezárunk egy évet, nem mondom, hogy korszakot, de egy évet lezárunk. És minden egyes évvel, minden egyes nappal, hónappal közelebb kerülünk az Istenhez. Közelebb kerülünk az ő fiának a megjelenéséhez. De ebben a drága áldott várakozásban tegyük mérlegre a mi életünket. Ugye mérleg serpenyője, merre bírnak, milyen átéléseink, milyen bizonyságaink vannak, hogy vezetett téged és engem az Isten ebben az évben, hogyan tudunk erről megemlékezni. És mikor oda tesszük a mérlegre, akkor merre felé bírne a mérleg. Jó dolgokra, a nagy áldásokra, a csodákra, az Istennek a jeleire, a bizonyságokra is lehetne még sorolni, mikor megáll az ember mellett Isten, és csodákat tesz, jeleket tesz, bebizonyítja az ő szerepetét, támogatását. De vannak, tudjuk, vannak nehézségek, gyengeségek a mi életünkben. Ezeket is odarakjuk. Kell, hogy a mérleg nyelve az Isten felé, Istentől kapott áldások felé billenjen. Mert így a helyes, az Istennek a gyermekének így helyes emlékezni, mert bízik az ő megváltójában. Az év vége, mikor odaérünk az év vége felé, akkor sokszor látjuk a mi veszteségeinket is a mi életünkben. Amit a földi utunkon ebben az évben talán megharcolva a hit harcát, ott maradtunk az Istennek a jelenlétében. Nem tudom, hogy kinek milyen gyarapodása volt, akár testi, lelki gyógyulás kapcsán, de nagyon fontos, hogy legyen bizodalmatok Istenben, legyen bizalmam Isten felé. Minden egyes olyan kérés, minden egyes olyan pont, azonnal az Úrhoz kell szaladni. Nagyon sokszor ezt tapasztalom meg, mikor bármi, a legapróbb kis probléma is éri az én életemet, családom életét. Szaladok az Úrhoz, és azt mondom, Uram, légy nekem segítségemre, és higgyétek el, hogy ő mindig melletted áll. Soha nem fog elmenni tőled és tőlem. Mindig be akarja bizonyítani, hogy ő az áldást osztó kegyelemnek az Istene. És ebben a drága reménységben a mai alkalomnak is ez a drága központi üzenete, hogy emlékezzél, ahogy az énekíró is mondja, az Úrnak nagy tetteiről, csodáiról, jeleiről, hogy tudjunk úgy megállni Isten előtt minden egyes pillanatban, testvérek, nem csak ma, hanem a következő alkalmon, vasárnap is, amikor átlépünk egy új évbe, hogy azt hirdetjük, hogy nekünk élő reménységünk és élő bizodalmunk van Krisztusban, aki velünk van valójában, ahogy Jeremiás mondta, mint hatalmas hős. És ez a bizonyság ott kell, hogy legyen a te szívedben, az én szívemben. Mindig a csodára való emlékezés, az Istennek a jeleiről való megemlékezés az kell, hogy hirdesse, hogy legyen a te számodra és az én számomra minden egyes áldás nagyon meghatározó, hogy tudjunk ebből építkezni,
hogy tudjunk úgy nézni vissza ezekre a drága áldott megépülésekre, mikor velőd volt az Isten, hogy akkor tudod, hogy nem vagy egyedül soha. Olyan csodának a drága embernek az élete, aki Istenbe veti az ő bizodalmat. A Zsoltáros erre szólít fel bennünket, hogy emlegessétek, mondja az Izrael fiainak, és emlékezzetek. A csodákkal való találkozás az Izrael népe életében meghatározó kellett, hogy legyen. Ott a földi, a pusztai vándorlásban, hogy mennyi csoda éri őket, mennyi jelt ad az Isten az Izrael népe számára, és olyan csodálatos, hogy átélik a Vörös-tengeren való átkelést a pusztai vándorláshoz kapcsán, átélik azokat a drága áldott áldásokat, mikor ételt ad számukra a megtartó Isten. És az nagyon csodálatos, hogy vízről is gondoskodik, de gondoskodik arról is, hogy be tudjanak vonulni az ígéretnek a földjére. Testvérek, fontos a mi életünkben is, hogy úgy emlékezzünk meg, és úgy várjuk vissza Jézus Krisztusnak a visszajövetelét ebben a földi szolgálatunkban, hogy méltóképpen tudjunk megállni az Isten előtt. Ne a zúgolódás legyen a mi életünkben, hanem legyen a te életed, az én életem a hitnek az embere, aki bizalommal fordul az élő Istennel. Így gondoljuk-e mi is ezt, hogy hatalmas csodákat élt át Izrael abban az időben. Hatalmas csodát látunk akkor is, mikor a Jerikó városának bevételét bevégzi az Isten rajtuk keresztül, és segíti őket. És folyamatos csodákban van Izrael népnek a népe életében ez a drága bizonyság. De azt is látjuk, hogy az a generáció, aki elindult, az nem mehetett be az ígéretnek a földjére. Fontos, hogy a mi életünkben ez egy olyan felszólító és olyan áldott kérés kell, hogy legyen az Istennek te felőled és én felém, te feléd és én felém, hogy minden tekintetben tudjunk felnézni a Krisztusra, tudjunk erőt meríteni bele, tudjunk bízni benne, hogy ne zúgolódjon az Istennek a népe, hanem ahogy mondja, az ő drága igéjében, hogy imádságban és hálaadással tárjátok fel a ti kéréseitek az Isten felé. Van-e bennünk ilyen vágy, és van-e bennünk ilyen gyakorlati mód, hogy hálaadással oda tudunk állni az élő Isten felé? Az utolsó évnek utolsó napjaiban, perceiben. Ha visszatekintünk az elmúlt évekre, az elmúlt évre, a 2021-es évben, hogy mit történt velünk, csak vessen számot a Lénádoróci gyülekezet, hogy min vezetett át bennünket az Isten, miben voltak nekünk áldásaink. Meg tudunk-e emlékezni erről, ott van-e te szívedben, az én szívemben ez az áldott történés, ez a bizonyság. Még annak ellenére is, mikor azt látjuk, hogy a világban nagyon nagy nehézség van. Én azt mondom, az Isten népe pedig bővölködik, mert veletek van az Úr, velünk van az Úr. Nem történhet olyan dolog velünk, amiről ő nem tudna. Kell, hogy helyesen tegyük oda a mi szíveinket az Isten elé. Kell, hogy úgy álljon meg a gyülekezet az Isten előtt, hogy Uram, én hoztam az én életemet. Te tisztíts meg, és tedd újjá, hogy én méltóképpen a te csodáidról, a te jeleidről, amit adtál és adsz számomra, a családom számára, a gyermekeink számára, a közösségeink számára, az mind ott legyen az én szívemben továbbra is, hogy tudjak buzgókodni ezekben. Nagyon fontos, hogy lássátok a következő lépést minden egyes pillanatban, hogy mi a következő lépés egy-egy helyzetben, egy gyülekezet életében, a te saját életedben, a szolgálati területed életében, hogy mit akar és mit szeretne az Úr látni, és milyen ajándékot helyezett be a te életedben, az én kezembe. Nagyon fontos, testvérek, mikor jön vissza a gazda, akkor számon kell majd kérni, és számon fogja kérni, hogy gyarapítottuk-e, jól sápárkodtunk-e azzal, amit Isten ránk bingzott, ránk bízta a békéltetésnek az evangéliumát, de tudjuk-e ezt kamatoztatni, tudjuk-e helyesen hirdetni mások számára is, hogy elérkezett az Istennek az országa, és Isten szeret minden embert. Nagyon fontos, hogy ebben a helyzetben és ebben a korszakban azt látjuk,
Nagyon sok esetben és nagyon sok helyzetben, hogy mikor Jézus Krisztus arról tesz bizonyságot a Biblia, hogy jelek és csodák követték az ő tetteit, az ő szolgálatait, akkor 2021-es évben azt látom, hogy szegény az eklézsia, szegény a gyülekezet ezekben az ajándékokban. Nem tud kidomborodni valami oknál fogva az Isten népe között ezek a drága jelek és áldások, gyógyítások, szabadulások, de kell és szükség van rá. És én az az ember vagyok, aki hisz még 2021-es évben is. Van, akik azt mondják, hogy már ez a korszak letűnt, de én azt gondolom, hogy Isten nem változik, hanem ő öröktől fogva ugyanaz. Miért ne tudná bebizonyítani az ő szeretetét a mai helyzetben, akár a te életedben, akár az én életemben? Kell, hogy legyenek bizonyságok. Vannak-e a te életedben olyan csodák, isteni csodák, amik 2021-es évben megtörtént a te életedben, amiről jó visszaemlékezni, amit jól hangoztatni, jó hangoztatni, és hálát adni az Istennek. Olyan csodálatos, hogy hittel párosítva tudod, és hittel párosítva tudom oda helyezni én is az én életemet a Krisztusnak a jelenlétébe, hogy ezek a csodák valósuljanak meg, hogy ne kételkedjen a te szíved arról, hogy Isten ma is se akar cselekedni. Olyan fontos, testvérek, hogyha azt látjuk, hogy Izraelnek az életét vizsgáljuk, és Mózesnek az elhívását vizsgáljuk, akkor ő neki is be akarta, és be is bizonyítja az Isten, hogy mennyire mérható és átformáló ereje van az Isten jelenlétének és szeretetének. Mózes is, Mózesnek is át kellett menni egy metamorfózison, egy átalakuláson. Az ő szívének is át kellett menni minden olyan dolgon keresztül, ami megváltoztatta az ő gondolkodását. Amit rábízott az Isten az ő életében, kell, hogy a te életedben is ott legyenek azok a drága áldott ígéretek. Erről Jézus Krisztus is beszél, ezekről, hogy hogyan tudunk hittel megállni egy-egy helyzetben. Hogyan tud megállni egy közösség. Hittel, élő hittel a gyülekezet, mikor egy-egy dolgot kérünk az Istentől, hogy legyenek elmozdulások a mi életünkben, de kell, hogy legyen élő hit. Azt mondja az Istennek az igéje, hogy a hitről párosítva azokat a városokat, amelyekben legtöbb csoda történt, feddeni kezdjék Jézus Krisztus, hogy nem tértek meg. Abban az időben volt ilyen esemény is. Fontos, hogy ne legyen a mi életünkben, ne legyenek olyan dolgok, amelyekben megüresedik a mi életünk, a mi szívünk, a mi hitünk, és eltávolodunk az Istentől, ami nagyon gyakorlatiassá tud válni a mi életünkben és mindennapi tevékenységünkben. Olyan csodálatos, hogy Isten igéje arra buzdít, hogy jelt akar adni az ő népének a te számodra és az én számomra. A csoda az Isten országának a jelenlétét akarja bemutatni a te életedben és az én életemben, hogy itt van Isten köztünk, és akar munkálkodni közöttünk, mert ő akarja mozgatni a gyülekezeteknek az életét, ő akarta mozgatni a tanítványoknak az életét, a cselekedeteit, és rájuk hagyományozta, és rájuk hagyta a békéltetés evangéliumát. Nálunk is van egy nagyon nagy lehetőség, hogy emlékezzünk úgy helyesen Istennek nagy csoda tetteiről, hogy ezekben tudjunk megépülni. Nagyon sokan várnak ma is hívő, akár hívő keresztény emberek a csodákra. Nagyon sokan át akarják élni ezt a drága érintést, ezt a drága valóságot. És olyan csodálatos, hogy a Biblia elejétől végig, hogyha elkezdi lapozgatni és olvasni az ember, tele vannak Istennek a jeleivel, tele vannak az ő csodáival. És amikor Izrael emlékezik, akkor odaérkezik egy forduló pontra, és ő is elkezdi sorolni a nagy csodákat az életünkben. Ma arra szólít fel téged és engem az élő Isten, hogy tekintsünk úgy vissza az évünkre, hogy mi történt velünk ebben a földi helyzetben, milyen csodákra tudunk emlékezni, mire emlékezünk úgy, mint ami természetes volt a mi életünkben, mire tudunk úgy emlékeznünk, ami a saját kezünknek a munkáját dicséri,
a mi kitartásunkat, a saját munkánknak a gyümölcse lett ebben az évben, de mire tudunk úgy emlékezni, mint Istennek egyedül való áldására és csodájára. Sok csodát akar végbe vinni az élő Isten, akár testi gyógyulás, akár lelki, szellemi feloldozás által. Csodálatos dolog megtapasztalni, testvérek, és találkoztam, a bizonyságot is fűzzek bele, találkoztam olyan 40-es években járó hölgyel, akiről azt mondták az orvosok, hogy vége. És mennyire nagy áldás az, hogy megtapasztalni az Istennek a csodáját, amikor az Isten belenyúl az ő egy-egy ember életében, és meggyógyul, és hirdeti az Isten igéjét azóta is több éven keresztül már. Ott van az Úrnak a jelenlétében. Számomra ezek a drága megtapasztalások, áldások, bizonyságok kell, hogy megépítsék a mi életünket, a te életedet. Istennek csodája az, amikor már tényleg, amikor azt mondjuk, hogy Uram, most már csak te segíthetsz rajtunk, a mi életünk, élethelyzetünkben. Ezért kell helyes növekedésben beleengedni a te életedet, az én életemet, amikor Krisztus azt akarja, hogy jelenjenek meg a te életedben és az én életemben azok a drága áldott pillanatok, amikből tudunk erőt meríteni. Mit végzett el benned az élő Isten? Miben volt nevekedés? Tudunk-e ezekre válaszokat adni? Miben gazdagított meg téged a 2021-es évben? Miben volt más ez az év, mint a tavalyi év? És lehetne dolgokat felsorolni, amik előjönnek és elő kell, hogy jöjjönek a mi életünkben. Testvérek, van egy olyan drága ige a Bibliában, hogy keressétek először az Isten országát, és ráadásul minden megadatik néktek. Keresni az Istennek országát és az ő igazságát, keresni az ő jelenlétét, és Mózes is, mikor belekerül az ő drága jelenlétébe, Istennek a jelenlétébe, mikor meglátja az égő csipkebokrot, akkor kell, hogy lássuk mi is. Mikor megjelenik az életedben, és az Istennek üdvözítő kegyelme, akkor kell, hogy meglássuk mi is ebből a drága képből, amit Mózes könyvében, második könyvében le van írva. Azt mondja, hogy oda megyek és megnézem, mert ilyen csodát még nem láttam. Hiszen arról beszél a leírás, hogy ég a csipkabokor, de mégsem ég el. Nagyon fontos, testvérek, mikor oda kerül Mózes, közeledik a csipkebokorhoz, akkor megszólítja az Isten, és azt mondja, Mózes, vedd le a te saruidat a te lábadról, mert ahol állasz, az a hely a szent. Ez a hely, szent hely, az Istennek a háza. Mikor bejövünk az Istennek a hajlékába, amikor megüresített szívvel és kitárt szívvel előtte akarjuk megérteni az ő akaratát, és belekerülsz az ő jelenlétébe, akkor éld át, hogy ez a hely, a szent hely az Istennek, a te életednek a megtartása függettől, hogy hogyan vonulunk oda az Istenhez, úgy, ahogy Mózes akarja kitárni az ő szívét, és Mózes is talán emberileg még vágyakozva, emberi kíváncsiság is hajtja őt, hogy kicsit közelebb megyen az égő csipkebokorhoz. Hát mi se féljünk attól, hogy Isten jelenlétébe belekerüljünk, hanem menjünk oda hozzá, és éld át az Istennek drága szabadítását, leveti az ő saruját, és elrejti az ő arcáját. Istennek a drága szeretete nem csak Mózesnek ad melegséget, szeretetet, kegyelmet, erőt és kitartást, és lehetne sorolni, hogy mire volt szüksége abban az időben Mózesnek, hanem azt mondja, hogy az az Isten vagyok, aki a vagyoknak az Istene. És mennyire fontos, mikor elküldi Mózest az ő szolgálatába, akkor azt mondja, hogy mondjad azt, hogy a vagyok Istene küldött engem, vagy téged. Nagyon fontos, testvérek, hogy nekünk is van, és neked is van egy küldetésed. És a Zsoltárok 78. rész 28. versében nagyon boldogan tudod mondani, hogy olyan jó nekem az Istennek a közelsége. Hát tudjuk-e mi azt mondani most 2021. december 31-én, hogy Uram, jó a te házadban való lakozás. Jó a te közelséged, jó a te drága áldott ajándékai, csoda tételeid az életemben, mert megtaláltam a hozzád vezető utat. Nagyon fontos, hogy ez a drága
erő kell, hogy átkassa és hassa át a ti szíveteket, szívetek minden napját. Különösen fontos, hogy helyesen emlékezzünk az Úrra. Azt mondja az Isten, hogy a vagyok küldött engem. Mennünket is és téged is küldött a vagyok Istene, hogy hirdessük a békéltetésnek az evangéliumát. Minden oda vezet vissza, hogy emlékezzünk meg az ő csodatételéről. Tudjuk a zsoltárokból, Isten csodái és magasztalásra késztetnek bennünket. Átformálta már téged, és meg tudtad-e érteni, hogy mit jelent a magasztalásban rejlő erő, mikor megjelenik az Istennek a drága szeretete és élete, mikor olvasod a Bibliát, és azt mondja a zsoltáros író szavaival, hogy adjatok hálát, hirdessétek tetteit, énekeljetek neki, zengjetek néki zsoltárt, dicsérjétek az ő szent nevét, azért, mert ő a csodálatos, a megtartó, a tanácsos, a békesség fejedelme, az erős Isten, aki azért jött, hogy neked és nekem legyen megtartatásom. Azért jött, hogy Istennel újra kapcsolatba kerüljön az ember. Isten azt akarja, hogy megnyissa a te számodra az áldásoknak drága folyóját, hogy belemerüljön nagyon sokszor az ember. Nagyon nagy dolog átélni az Istennek a szeretetét. Azt akarja az ige elmondani mindannyiunk számára, hogy a legnagyobb ajándék Jézus Krisztus által jött a világba, és bízunk abba, hogy aki abba ebben az évben is adta, 2021-es évben adta az áldásokat, a jövő évben is meg akarja tartani a mi életünket. A 105. Zsoltár legyen a ma esténknek és éjjelünknek, és a mindennapjainknak a meghatározója. Meghatározó igeverse, mikor arról szól, hogy adjatok hálát az Úrnak. Hívjátok őt segítségül, hirdessétek tetteit a népek között, énekeljetek és zengjetek zsoltárt neki, emlékezzétek, emlékezzétek és emlékezzetek minden csodájáról. Ezt akarja a mi Istenünk a te életedre bízni. Az én életemre bízni, soha ne hagyjuk el az Istennek a drága jelenlétét, közelségét. Gyönyörködjünk az Úrban, de gyönyörködjetek egymásban is. Lássátok meg egymásban a Krisztust. Ez a legfontosabb, hogy ez a drága szeretet hassa át a mi életünket, hogy tudjunk úgy szeretni, ahogy Krisztus megszerette a mi életünket, az egész világnak az életét. Higgyünk abban, hogy aki a történelemben nagyon sokszor beleszól a történelemnek a folyásában, bízunk abban is, hogyha valami belekerül a mi életünk, akár gyengeségbe, akár harcokba, ő az, aki kimenti az ő népét. Ő az, aki megsegíti, és együtt tudunk áldást mondani minden jó tetteiről, és úgy megemlékezni, hogy áldásban volt része az embernek. Hadd mondjak el egy verset, amit Turmezei Erzsébet írt, és ez így szól. Csodákra emlékezni jó, határkőnél hittel megállni, határkőnél visszanézni, hálás szívvel a múltat idézni, csodákra emlékezni jó. Meglátni, hogy minden utunkat hű és hatalmas kéz vezette, javunkra szolgált az ő tette. Csodákra emlékezni így jó. Látni, hogy át viharon, vészen, hű mesterünk hogyan segített, éjekre fényt hogyan derített, csodákra emlékezni így jó. Határköveknél hálát adni, és hallelujás köszönetben méregetni, mi mérhetetlen, csodákra emlékezni így jó. Messzi évekre visszanézni, és számba venni ezer áldást, erőt, kegyelmet és megbocsájtást. Csodákra emlékezni így jó. Hallelujás hálaadással leborulni egy határkőre, és elindulni hittel előre, amerre hív az égi szó, csodákra emlékezni így jó. Azt kívánom szívemből, testvérek, hogy erősítse meg a mi életünket, a ti életeteket az Isten. Álljon mellétek, és álljon minden egyes nap az ő gyülekezete mellé, a család mellé, a családok mellé, azok mellé, akiknek szüksége van az ő segítségére.
Jó így emlékezni, és Isten adja, hogy továbbra is legyenek áldások, csodák, Istennek jelei, amelyre tudunk hő imába vonulni, és úgy megemlékezni, és hálát adni az Istennek. Amen. Mindenható Atyám, köszönöm a Te jóságodat, a Te hosszú tűrésedet, a Te szeretetedet, a Te kegyelmednek kiáradását a mi életünkben, amit átélhetünk, Uram, a mi mindennapi életünkben. Köszönjük, Uram, ezt az évet, és köszönjük, Uram, hogy megállhattunk és időzhettünk. Ez felett, Uram, a drága ige mellett, Uram, megvilágosíthatta a mi életünket, a mi szívünket, a Te ígédnek fénye, és útba igazít nagyon sokszor bennünket. Uram, továbbra is legyen ez a lámpás a mi szívünkben. Hadd égjen, Uram, a mi szívünk, a Te ígédét. Hadd legyen, Uram, a mi életünkben ez a drága áldott isteni szeretetből fakadó melegség, ami átjárja nem csak a mi életünket, Atyám, hanem mindazok életét, akik ebben a drága isteni szeretetnek a vonzásába belekerül. Köszönjük, édesatyám, hogy jöhetünk Te hozzád, és kitárhatjuk a mi életünket, bizonyságot tehetünk Te rólad. Legyél velünk továbbra is, és Te legyél továbbra is a mi megtartó Istenünk. Amen. Dicsőítő csapatnak a szolgálatát kérjük, és utána pedig szavalatokat, bizonyságokat hallgatunk meg. Innentől teljes mértékben kötetlen a Isten tiszteli alkalom. Legyetek bátrak, mondjuk el, hogy ki miért akár hálás, és hogyan tudunk a jövő év felé nézni. Van-e élő reménységünk? Legyen olyan bizodalmunk továbbra is az Istenben, hogy sok bizonysága legyen a mi gyülekezeti tagjainknak. Tehát a dicsőítő csapatnak a szolgálatot kérjük. Szívünkben annyiszor kihűnt a rám, és de sokszor vált a boldogság közösség, mert elkelettük szent igény szavát. Urunk, legyen számunk a szent kezed, török vezéri, mint emlékezet. És ne tudjuk elfeledni azt, hogy jól, a rossz oszoljon el, miként a nap, és tegyük hűségesen, mint igény mondott, és új évünk így lesz biztosan boldogabb. Köszönöm.
az óesztendő küszöbén. Múlik egy ég, úgy, mint annyiszor. Bajok, örömök, vágyok állok, fúltak egymásra tenetetlen, visszanézek, vermetlen állok. Így múlik el egész életünk. Kérdem, mi volt, mi érdemes, hogy szívemben maradjon emléke? Mi is építette lelkemet? Építettem el a randót? Lelkében igényből templomot? Valakiben égi reményből, hogy Isten a szívembe adott? Voltak utaim nekem is haszontalan nyilvastelen. Bele meghajtva, sírva bánom, s kérem, bocsáss meg Istenem. Az újesztelő küszöbön sorsom lábaihoz tettem. Te tudod, mit hoz, mit visz el, de elég nékem a kegyelem. Múlik ez az él is, tűnik, mint az álló. Tetszik sem arasztok, biztos a kívánom. Te még lapozgat hál terlegéseimben, azt mondja a napszám, jobbra volt minden. Nem hiába értem, volt feladat bőven. Voltam ugyan fáradt, nyavajás, erőtlen, de lehettem friss is, egészséges, boldog. Hálára, örömre sokkal többször voltam. Ki szegénynek értem, kísért jóban, rosszban, szegénysége által én meggazdagodtam. Bűnön akadályon győzelmesen vitt át, fölfedve az élet és az elég titka. Ne borulva mondom, Uram, hálom, hálom, ámulattal nézek vissza a csodákra, de szebb táblatot lát önrendező lelkem, tudom, hazavárnak ott a végtelenben. Thank you.
beszéltem, hogy hálás a szívem az elmúlt évért. Most nem erről szeretnék beszélni, noha az új év kapcsán is ugyanez van bennem. Hálás vagyok Istennek az elmúlt évért. De eszembe jut a szilveszter kapcsán, eszembe jutottak régi idők, régi alkalmai, régi szilveszterei és régi testvérek, akik itt voltak a gyülekezetben, és találtam egy verset, amit Gerzsényi Sándor ír, és nem szilveszterre készült ez a vers, hanem gyülekezeti, imaházi emlékünnepekre. Mégis úgy gondolom, hogy most is alkalmas ezt felidézni és elolvasni, elmondani, mert jó emlékezni hit elődeinkre, akik éltek előttünk és példát adtak számunkra. Remélem, ellátom olvasni. Emlékezés. Az újabb határkő kiemelkedő régi nevekre emlékeztet, rendkívülinek tartott atyám fiai nevét és tetteit emlegetni szoktuk, megilletődve és áhítattal. Az évforduló enélkül nem is lehetne teljes és méltó, és kielégítően megnyugtató. Ők voltak azok, akik ekkor és ekkor, ettől és eddig ezt és azt tették, mondták, vezették, vagy éppen építették, szervezték, készítették, vagy kialakították a dolgokat a gyülekezetekben. Tiszteljük és csodáljuk őket, a hithősöket, a hit elődeinket, példaképeinket és a kiemelkedő jellegünket. Ma este mégis azt javaslom, szeretett testvéreim, hogy egyszer már próbáljunk emlékezni a szürke névtelenekre is, akik mindig jelen voltak. Noha nem tettek semmi rendkívülit, csak egyszerűen hülyek maradtak a hitben. Kitartottak a csöndes imádkozásban. Emlékezzünk rájuk, akik télen, nyáron ott voltak a helyükön, akikre hóban, fagyban számítani lehetett. Akiket még soha senki meg nem ünnepelt. Emlékezzünk a névtelen testvérekre, az úgynevezett Elsike nénikre, meg a Pista bácsikra. Emlékezzünk és higgyük szilárdan, hogy nevük az égi könyvben föl van írva, és nekik ez volt mindig a legfontosabb. Köszönöm szépen. Kicsit elgondolkoztam, gondolataimban kalandoztam pont arról, testvérek, hogy van egy világ, és olyan jó volt hallani, hogy a szolgálat közben, az is ott testvérek kimondta, egy új szót, hogy van egy király és kap egy levelet. Ismeritek azt a történetet. Abban levélben az áll, hogy az ellenség mit fog csinálni ebből a várossal, amikor elfoglalja a gyerekekkel, a hozzátartozókkal, meg stb. Ez a király egy valamit tesz. És ez a legcsodálatosabb, testvérek. Bemegy az Isten jelenlétébe, és kiderinti azt a levelet. Hogy kihez is megyünk mi, testvérek, az nagyon fontos, mikor kapunk egy levelet. Az a levélben nagyon sok minden lehet. Komoly betegség, rágalmazás, de nagyon sok mindent ide lehetne sorolni. De mi is a legfontosabb az, hogy az ember oda kell menni, akihez a legnagyobb bizalma van az embernek, és az nem más mi számunkra, mint az élő Isten, hogy oda vinni lehetne, hogy Uram, mindent tudsz. És olyan csodálatos, hogy nem csak a király életében, hogy hallottuk Jézus Krisztus, ő ugyanaz, még változásnak árnyéka sincs nála, testvérek. Az a király nem volt különben, hogy én, testvérek. A te imád is meghallgatásra talál. És mikor készültem, mit is tudnák mondani, és lepergett előttem a legnagyobb ajándék, nemrég ünnepeltünk maga Jézus Krisztus. Egy olyan ember, aki én, akit az Úr elhívott, mit is tudnom mondani, és olyan jó, hogy az Úr elém hozta az Ézsaiás könyvének a 12. részét,
a megváltottak hála énekét. Ezt szeretném nektek felolvasni. És így szólszom a napon. Hálákat adok néked, ó Uram. Mert jó lett, megharagudtál rám, de elfordult haragod, és megvigasztaltál ennél. Én az Isten az én szabadítom. Bízom és nem félek, mert erőségem és énekem az Úr. Az Úr és lőnékem szabadító. És örömmel merítek vizet a szabadító útfejéből. És így szólodok a napon. Adjatok hálát az Úrnak. Magasztaljátok az ő nevét. Hirdessétek a népek között nagyságos és csodálatos dolgait. Mondjátok, hogy nagy az ő neve. Mondjatok éneket az Úrnak, mert nagy dolgot cselekedett. Adjátok tudtára ezt az egész földnek. Kiállts és örvendj, s jó Úrnak lakosa, mert nagy közöttek Izraelnek szentje. A testvérek, most úgy cselekszem, mint bármikor végén gyerekkoromban, hogy inkább kettőt szabálkunk, mint egyeset. Hát ezt a verset, ezt Anánka szokta elmondani, ő most nincsen, hát elolvasom. Kettőt mondom. Ebenheiser. A történések felett észrevétlenül kitartóan húzik az idő. Észre sem venném tova suhanásán, mert zaja nincs, csak a fű kinő, zöldül, elsárul, aztán újra lesz, elhev vagy minden, aztán újra lesz. A föld megkerüli a napot, ha vet az ember új élet magot, új fordulóra a csíra kinő, a fordulóknál tűnik az idő. A fordulókat megjelöltem én, évet év után az életekén, követ kerestem, emlékoztatul, hogy megsegítek mindenit az Úr. Mint az áldozó, ki oltárt emel, ében helyzetnek neveztem el. Mindig velem volt, nagyon szeretett, mindig vigyázott, óvott, vezetett, gyakorta fényes hegytetőre vitt. Máskor a mélység mondta utáit, de szememnek szép új látást adott. Csodálni azt, amit ő alkotott. A fájdalmasban a szépet megtalálni, tengerfenéken kincseket halászni, aztán amely a legszebbet kéri, hálatát szívvel odaadni neki. Hiszen őnál még szebb lesz a fénye, és akkor az enyém, ha az ő kezében, áldozó hittel oda van letéve. Fordul az ég, hátra nem nézek. Az elmúltatról Istennel beszélek. Azt, ami még lesz, ő adja nekem, de minden fordulót, minden évkövet, s áldom az Istent, aki vezetesz, és azt írom fel emlékoszlopból, hogy mindenig megsegített az Úr. Mindig maradatról válaszunk. A zsidók 16. részének a 14. verséből valóan. Egy esztendő ismét elromott felettünk, és a múló esztendő az eltűnésével is tanunk. Minden mulandóság vonalban vettünk, de nem csak az idő, hanem mi is vele megyünk gyorsan. Ilyenkor sokszorosan érezzük Isten igényének igazságát, hogy csak jövevények és zsebélyek a földi létek átutató vándorok vagyunk. Az ige intve szól, nincs itt maradandó városunk. És mi ennek ellenére ide köztjük magunkat, úgy rendezzük be az életünket, mintha a föld volna örök haza. Részesen ide vagyunk gyökerezve. Isten a földi élet vért biztosítékainak a bizonytalanságot. Ezéjjel elkérik a te lelkedet, s amit gyűjtöttél, kiélesz. Ezzel az intéssel az odafelt valókra terelő figyelmünket. Ennek a múló életnek is van isteni rendelése. A földi létet arra ajándékozza nekünk Isten, hogy felkészüljünk az örökké valóságra. Itt a próbák között adunk alkalmat arra, hogy hűségünket bizonyítsuk, kint ad a lehetőséget Urunk, s felváltul itt szeretet gyakorlására.
itt és most kell bölcsen számlálni napjainkat, akkor nem kétségbe ejtő földi életünk elmúlásának gondolatok. Mi a jövendőt keresünk. Az idő rohan, és az elmulasztott alkalom vissza nem hozható. Jövőnkről annyit tudunk, amennyit megváltunk között velünk, hogy örökké való házunkon a mennyben nem képzelt csinált. A zsidók vármolásának idején 40 évig laktak sátorban. Fel tudták mérni, hogy mennyivel jobb egy alapkövet bíró városban védett helyen lakni. Az ő vándorlásuknak is egyszer vége lett, s Kánaánba érte. Jézus mondta, elmegyek, hogy helyet készítsek nektek. A helyünk tehát már készen van. Csak nekünk kell tisztán megőrizni magunkat, mert nem megy oda be semmi tisztátalan. Ez épp lezárult, elmúlt. Az idők ura megparancsolta, az elmúlásba tovább indulunk, és az új évben, ha Isten életünknek kedvez. Mi a célunk az új évben? Mi az, amit legjobban szeretnénk megvalósítani? Milyen jövendőt keresünk? Jár itt az át évfordulónál, adjunk hálát Istenünk bölcs lépéséért, hogy nekünk nem kell örökre itt lenni a mulandóság hazájában. Jár kövessük a jövendőt, boldog örök jövőket, mert aki keres, az talál. Ebben évben volt a hálával, nem lehet, hogy bárkivel pont dolgozatos beteg is voltam, egyébként is. Sokszor kimaradtam a házba betegségeket a munka miatt, és sokszor akartam mondani imádkozásokat, de valahogy mindig átmaradt. Felnézett itt majd gyorsan beszélek, és többé tudsz érni mindenkit, de most kicsit akarosan azért, hogy mindenki is, hogy ezt gondolni az elmúlt pár évről. Amikor akarom mondani imádkozva áldás, vagy most ez illet akarom, azt hiszem észre, hogy imádságban is, és akkor mindenki van, mert hálát ad, és Isten van hálni mindenért. Nem értem ezt. Egy keresztény ember mindig tudja, hogy hova tartozik, és mi miért történik, és mi miért van. Tudja, hogy kihez fordulhat, megosztat hálát, és miért adhat hálát. Hiszen mindenünk Istentől van. Mai napunk, múlt évünk, a múlt napunk is, és a holnapunk is. És ezek napon nem értenek. És a fogunk egyébként egyébként is a cím, hogy szeretem volna lebetörni. Ez feltételezőkben van. Vagy mi lett volna, ha tennap másképp csinál valamit? Mi lett volna, ha másképp döntünk? Mi lett volna, ha arra mentem volna valakinek múlt héten, aki imádkozni kell, és imádkozom a lelket, de én tettem meg? Mi lett volna imádkozunk? Talán lett volna egy nagy vállás mindkettőnk számára. Akkor egyre kinyit bennünket, sokszor mondjuk testek és támogatások mindenre. A szolgálatra, az imádra, lehetem szólni a szolgálatokat. És amikor három napon mi megszólunk is, akkor mindenki elgondolkodik, hogy mi az, amit hát tudjuk adni. És ha igazán össze bemondolunk, szólhatnánk reggeltől estig is. Nem csinálunk soha reggel, nem csinálunk soha reggel mindenki. Igazából felejtessem valami minden egyes percünket, minden egyes másik percünket. A héten kicsit foglalkoztam a Bibliával, a tós időkkel és az elmúlt pár száz ezer évvel, ami van itt a földjétre. És vettem soha az uralkodókat, Krisztus életét, aztán a kereszténység alakulását. És volt egy mellé gondolat a fejembe, hogy eljöttem mai napig, az a héten után kedden volt. És volt egy kérdés. Látom, hogy mennyi minden kell megtörténnie 4000 év alatt, hogy itt lehessek. Az, hogy én most itt élhessek, ezelőtt évvel Isten be kell tenni egy ember életét. Hogy én most megszerethessek, és itt élhessek, és beszélhessek, és itt lehessek ötletek. Ugyanígy van tele is, én velem is. Isten tudta jól, hogy minek kell történni ezzel a 100 évvel, hogy mi itt lehessünk, és valamit elvégezzünk. A kérdés az, hogy elvégezzük azt, amit Isten rányomított, vagy rám néz. Másik évek is az, hogy lesz-e még előnünk volna, vagy még esetleg ma. És hogy jön az új év, jövő év, egy fontos kérdés azt szeretne feltenni, hogy mindenki magának, hogy szabad egy keresztény embernek forma tennie. Szabad. De csak úgy, Istennek, az meg is tartja. A megcsinál szívűségesen. Neked és nekem Istennel van egy szövetségünk. Új szövetségünkre be vagyunk. És kinyomod az entényekért, akkor újból, tetszőjét megerősítjük. És amikor betonom Isten felé, legyen az, hogy minden nap 10 percet tudok fogok igényre olvasni, tudok fogok sokálkozni, lehetne sorolni dolgokat, akkor azt tegyük meg bátran is.
legfontosabb volt a tancsok is megjövőben. Azt már mindenkinek, hogy ő legyen áldásos, sokkal áldásosabb, mint ez az év volt, és legyen, amelyik egyre áldásosabb mindenki életében is, körülbelül Istenhez és egymáshoz is. És kívánom, hogy mindenkinek, amit megfogad, vagy eldönt jövő évre, az Isten tessék belőle váltásként. Én szeretném mondani. Thank you.
Atyánk, édes Istenünk, jövünk hozzád úgy, mint akik akarunk kérni tőled olyan áldásokat, Uram, amelyekben megerősíted a te gyermekeidet, a te népedet, a te gyülekezetedet. Köszönjük, Uram, hogy bizonyságnak fellegei veszik körül a mi életünket, és vették körül a mi életünket eddig is. És köszönjük, hogy hozhatjuk, Uram, Józsinak az életét, az ő betegségét, az ő gyengeségét, Uram, te eléd. Te legyél, Uram, számára az a drága, áldott orvos, aki meglátogatod őt, Uram, és helyreállítod az ő szemét. Köszönjük, Uram, hogy így jöhetünk teljes bizalommal te hozzád, és felemelhetjük a mi szavainkat, mert te vagy az az orvos, Uram, az áldott orvos, aki mindig rendel, és minden időben rendelkezésünkre állsz ebben a földi életben. Uram, erősítsd meg azt a családot ott, Bánhorváton, te látogass meg az ő életüket. Uram, add, hogy együtt tudjunk szövetséget kötni, Uram, veled, vasárnapi alkalmon. Köszönjük, Uram, hogy ezt a drága áldott bizonyságot is adod a mi számunkra. Hálát adunk néked, Uram, az elmúlt áldásokért, az elmúlt hónapokért, csodáidól, csodáidért, tetteidért, maradj velünk továbbra is, és mi dicsérünk, áldunk és magasztalunk téged minden időben, Atyám. Amen. Maradjon állva a gyülekezet, és énekeljük el a himnusz első verszakát. Istennek népe, maga pedig a békességnek, Istene, szenteljen meg titeket mindenestől, úgy a ti testetek és lelketek fedhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztusnak eljöveteléig. Amen. Az Úr közel.